Panokád mellett angyalok vannak, kérlek, ne zavarjátok az angyalok. Amen. Halleluja. Gyere, drága. Jó, meleg. Ne ízd. Nagyon jó. Tedd a közön, hogy ide. Amen. A víz az, amely, amiről ma prédikáltam, a víz megmenti az ember a gonoszságot. Lehet, hogy fiatalsága miatt láttátok, hogy egy kicsit túlbuzgó a testét. De higgyétek el nekem, hogy Isten nagyon szereti. Amen. És Isten ezt a buzgóságot át fogja formálni az ő kedvére, az ő tetszésére. Dávid, kérdezem tőled az Isten színe előtt és a kedves emberek előtt, meg a láthatatlan világ előtt, ugye, az ördögök, a démonok is itt vannak, csak nincsenek itt közel, hanem egy kicsit arrább vannak. Legyenek is arra. Kérdezem tőled, hogy hiszed-e az, hogy Jézus Krisztus az Isten fia? Hiszed? Amen. Hiszed az, hogy ő megbocsájtotta neked az összes bűneidet? Amen. Dicsőség Istennek. Kedves Dávid testvérünk, mi most megkeresztelünk tégedet a te bizonyságtételed alapján. Az atyának, a fiúnak, és a Szent Szellemnek a nevében. Amen. Amen. Semmi baj. Nagyon jó. Nagyon kicsi vagy. Székre állok. Nem, hogy azt gondoljátok, hogy Isten egy szerető volt a testvér. Amen. És Isten menet. Isten énekes Isten, aki olvas a Bibliát, azt tudja. Aki nem olvas, az meg tanulja meg. Isten egy énekes Isten. Isten egy nevető Isten. Isten egy szerető Isten. Amen. Amen. Halleluja, Tibor testvér. Átadom a szót. Halleluja. Dicsőség Isten, testvér, 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 testvér. Amen. Jó, jó lenne. Amen. Halleluja. Testvérek, Isten kegyelméből nem mondhatja azt, hogy nincs embere, mert most már van Jézusa. Amen. Aki besegítette őt ide a vízből meggyógyulni. Ezért hálásak, hogy mi is így ők is Istenek. Tudi testvér, ugye így hívtak? Kérdezek téged, hogy hiszed -e azt, hogy a názáreti Jézus Krisztus minden bűnödet megbocsájtotta? Amen. Amen. Egy új életed lesz Krisztusban. A te hited és valománytételed alapján megkérdezzek téged, itt a látható és láthatatlan világ előtt, hogy meddig akarod az Urat szolgálni? Meddig élek. Amen. És Isten segítsen téged a nehéz időkben, és arra kérlek, hogy ne hozz szégyen Krisztus gyülekezetére, és legyél hűséges Jézus Krisztushoz. Alámerítsünk téged a te valománytételed alapján, az Atya fő és a Szent Szellem nevében. Amen. Halleluja! Rendben van ott a nagy gyerekek. Halleluja! Halleluja! Már mindegy, most már száraz lábban nem mehet szár. Eddig volt a száraz láb. Halleluja! Oké. Okay. A pénz lett közebben. Oké. Áldott legyen az Úr. Ciprián. Amen. Cipri, én kérdezem tőled, hogy hiszed-e azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia? Cipri, de te, ez Jézus Krisztus, ez te fiúl a Dumnezeu? Amen. Igen.
ő mondja. Csipri, kérdezem tőled, hogy hiszed azt, hogy Jézus megbocsátott az összes bűneidet? Csipri, köszönöm, hogy ez jó. Halleluja. Követni akarod Jézust? Mindvégig. Amen, testvér. Jóban, rosszban. Amen. Testvér, mi megkeresztelünk téged. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Szellemnek a nevében. Amen. Halleluja! Halleluja! Lépjél a papokba, Timi! Kell legyen, jó bűven víz! Halleluja! Gyere! Gyere! Jön a fiatalság! Halleluja! Dennis. Halleluja! Ifjúságom végkeiről ne emlékezzél meg, Uram! Amen. Örülök, hogy ilyen fiatalon elkezdett követni az Urat testvére. Hiszem, hogy Isten áldó szolgája leszel, Dennis. Amen. Gondolom viszont, hogy Jézus Krisztus Isten fia. Aki megbocsájtotta minden bűnödet. Meddig akarod őt követni? Amen. Legyen, ha te valomást ételed alapján bevezetni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Halleluja! Dicsőség Istennek! Gyere rá! Halleluja! Hogy hívnak testet? Dávid! Dicsőít őket, imádókat merítünk be ebbe a keresztségbe, Dávidokat! Halleluja! Reszkessetek! Reszkessetek, betörők! Reszkessetek! Jönnek a Dávidok, halleluja! Reszkessetek, démonok! Feláll az Isten sátora! Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Halleluja! Dávid, hiszed azt, hogy Jézus a te megváltó? Tényleg, Uram! Hiszed azt, hogy minden bűneidet megbocsájtod? Oké, akkor te bizonyságtételen alapján mi megkeresztelünk tégedet az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek a nevében. Amen! Amen! Halleluja! Jézus vére jelen van. Amen, úgy legyen, Uram! Halleluja, Uram! Meddig akarod ő szolgálni? Halleluja, Uram! Úgy legyen, Istenem! Almás ételet, alapján, alámerítünk! Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. Amen! Halleluja! 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 Így van? Rózsi! Így van, hogy hívnak testvérnek? Mária! Mária! Gyönyörű szép neve van, azt mondta az Úr Jézus az ő igéjében, olvasod az Új Szövetségben, hogy az angyal megjelenik Máriának, és azt mondja, hogy áldott vagy te az asszonyok között. Halleluja. És áldott lesz a te méhednek gyümölcse, Jézus. Amen. Amen. Úgyhogy Mária, te itt áldott vagy itt az asszonyok között. Mit szólsz hozzá? Amen. Hát most a legáldottabb vagy. Amen. Amen. Most a legáldottabb vagy, mert Isten jelenlétében vagy. Amen. Mária, hiszed azt, hogy Isten megbocsátott a bűneidet? Igen. Amen. Hiszed Jézus Krisztusban? A megváltóban, a messiásban? Nem tudok meg nem keresztelni.
Că nu szeretek keresztelni. Amen. Nem baj? Nem. Oké. Mária, te vallomás tételed alapján, hogy megkeresztelünk tégedet az Atya, a Fiú és a Szent Szellemnek a nevében. Amen. Halleluja! Halleluja! Amen. Halleluja! Igen, a kezedet. Gyere előre, légy szíves, jó? Kulcsold össze. Érd a kezedet, és oké, meg. Úgy hívom, Izaura? Sok baja van az igaznak, de valamennyiben megszabadít őt az Úr. Amen. Amen. Amikor legelőször láttalak Isten tiszteleten, tele volt a szíved örömmel. A Szent Szellem egy új életet ad neked. Halleluja, Uram! Hiszed azt, hogy Jézus Krisztus Isten fia? Aki megbocsájtotta minden bűnödet. Egy új teremtés a Krisztusban. A régiek elmúltak, és új életet lesz Jézus Krisztusban. A te hited és vallomás tételed alapján, bár hiszem, hogy örök életet szolgálni azért állsz itt, így van? Legyen úgy, alámerítünk téged az Atya, a Fiú és a drága Szent Szellem nevében. Amen. Halleluja! Halleluja! Uram, adj még ilyen teremtést. Csak azt mondtam az előbb a testvéreknek, hogy ahogy merítjük a testvéreket, hát belenézzük a kárt. Látjuk az arcát. Akkor emelek kifele, már nem az. Már nem az. Láni, hát dicsőre punyam a nápa. Când a uitat în apă și când au ieșit și s-a schimbat fața. Amin. Halleluja, Uram. Erzsike, kérdezem tőled a látható és a láthatatlan világ előtt, hogy hiszed-e azt, hogy Jézus az Isten fia? Hiszed-e azt, hogy ő megbocsájtotta neked az összes bűneidet? A te vallomástételed alapján. Mi most megkeresztelünk tégedet az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. Amen. Halleluja. Vagyunk benne vagyunk, nem akar mi valaki megjelenni. Jó, mellett. Kedves estéreim, nem akarom az Isten kísérteni. Nagyon csodálatos időt kapunk. A nap is kisütött az előtt. Én azt gondolom, hogy az, amire elhízott minket ma az Isten, azt elvégeztük. Amen. Megkérem szépen Georg testvérem, hogy itt van valahol a hátamnál. Mindjárt jönni fog. Hogy imádkozzunk hangos szóval, köszönjük meg az Úrnak ezt az alkalmat. Ha bemerítkeztek, és a gyülekezettel visszamaradunk, és úrvacsorázni fogunk benne külön. A többiek ne menjenek el, testvére készültek egy kis töltött káposztával, egy kis őzikehússal, viszonhússal, farhánttal, ne menjetek el, érezzétek jól magatokat. Ha elmész, az azt jelenti, hogy nem érezted jól magadat. Ha elmész, az azt jelenti, hogy nem akarsz a hívőkkel, a testvérekkel együtt enni. Ezért maradjál. Szeretünk téged. Az Isten még jobban szeret téged. Amen. De a testvérem. Amen. Imádkozunk. Köszönjük. Köszönjük meg az Úrnak, hogy megosztottad. Amen. Egy győzelemnek vagy a tanulja a mai napon. Jézus Úrra megszégyenítette az ördögöt. Amen. És foglyokat rabolt magának. Kiragadta őket a halálból, és beépítette őket a mennybe. Amen. Ezt köszönjük meg, hogy ezek az emberek, akik megkeresztelkedtek, többé nincsenek a rabságnak. Nincsenek a rabság alatt, ők is szabad emberek. Amen. Amen. Istenem, hálások vagyunk neked, Uram, megkeresztelkedő lelkekért. Köszönöm, Istenem, a te kegyelmedet, hogy kiárasztottad el a helyre, Uram. Köszönöm, hogy te vagy jelen, Uram. Ez a legfontosabb dolog, Uram, hogy te keresztelted meg őket, Uram. Te szabadítottad meg, és újjá lesz minden. Új életet kaptak, Uram, a vízben. Köszönöm, hogy az óvemberek ott maradtak hátban, Uram. Betegségükkel,
gyengeségükkel, bajokkal együtt, Uram, és egy újat kezdhetnek Te veled. Én hálás vagyok neked, Uram, a mai napért, hogy kirendelted számunkra, és kirendelted az embereknek, Uram, lehetőséget adtál, hogy szövetségre lépjenek Te veled, Uram. Ezért megköszönjük neked, Uram. Kérlek, maradj velünk továbbra is, Uram, a mai napon. Hadd, hogy vegyenek életed, hadd, hogy vegyék a Te testedet, a Te drága véredet magukhoz, Uram. Kérlek, Istenem, tedd lehetővé ezt számunkra Jézus nevében. Amen. 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 Amen.